Kérem szépen, két dologra is felhívnám a figyelmet. Az egyik az, hogy az előbbi kis bevezető az már előrevetíti ugye a végjátékot. Nem mindenkinek tetszik az, hogy mi itt kolosszusokat öldöklünk, és vissza akarjuk adni valakinek a lelkét. Nem véletlenül Forbidden Land, vagyis ugye tiltott földnek hívják ezt a helyet. Hamarosan meg fognak érkezni azok az emberkék. Másik pedig az, hogy a Shadow of the Colossus egyik leghíresebb, legkiemelkedőbb kolosszusa felé tartunk éppen. Nehézségbe is egyébként kiemelkedik az átlagból. Grandiózusságába feltétlenül. És ugye a leölési módba se éppen egy átlagos dolog lesz, majd meglátjátok. Elég meglehetősen eredeti gondolat volt őt létrehozni. Esek kedvéért, illetve akik szeretik gyorsabban letudni a dolgokat, mondom, hogy rögtön, amikor oda megyünk arra a startpontra, akkor rögtön célszerű már íra váltani, és megtámadni a gyenge pontjait, majd meglátjátok, hogy pontosan miről is beszélek. Ez elég szépen sikerült. Hívjuk Rárót. Hol a büdös fenébe van ez a ló? Na, tehát a lényeg az volt, hogy minél előbb azt a három kis légbuborékot kilőjük a kolosszus alján. És ez így a legelején elég könnyű. Utána ő leengedi a kis szárnyait, és azon fel tudunk menni. A másik pedig, másik lényeges dolog az, hogy soha ne a kolosszus után menjünk, hanem mindig próbáljuk valahogy egy oldalról befogni. Nem lesz egyszerű, nem ígérem, hogy ez most egy seperc alatt sikerülni fog. Nehéz, nehéz. Tehát... hát nem tudom. Lehet, hogy le fogok esni.
Oké, egész jók vagyunk. Sajnos ilyen gyengébb karddal ezt így nagyjából ennyi. Itt nyugodtan leeshetünk, nincs jelentőség. Tehát szóval ilyen gyengébb karddal ezt így... Ez a legtöbb, amit azt hiszem ki lehet belelehozni, hogy egy cuszra másfelet megoldunk. Másfél ilyen szimbólumot megoldunk. Három van belőle összesen. Még másfél, még hátra van. Itt is egyébként az R2 megnyomásával tudjuk majd követni. Most lebukott a homokba. Nem egyszerű. Most majd nehéz lesz felkapaszkodni, meg a légbuborékokat is kilövöldözni. Van egy olyan trükk, még néha bejön, néha nem, hogy meg kell próbálni oda menni, ahol majd följön a homokból. Aha, hát most ez annyira nem jött össze, mint szerettem volna. Mert ilyenkor elméletileg, igen, itt ez egész jól bejött. Aztán a másik... Aha, az is meg bejött, oké. És már csak elméletileg egy ilyen kis légbuborékja van. Hát nem tudom, hogy... Aha, eltaláltam. Jó, ez most szerencsés széria eddig. Nem szokott ez így lenni. Elvileg ő most meg fogja kerülni azt a... Igen, majd meg fogja kerülni a... kősziklás... akármit, nem tudom mi ez, monumentet. Kis hegység akármi. És valahogy oldalba kéne kapnunk megint. Hát ez... Ez nagyon nem jött be. És ilyenkor sietnénk a lóval, de... Aná, hogy nem megy. Semmi gond, mert addig lehet próbálkozni, amíg nem nagyon szúrjuk meg a... a... gyenge pontjait. Nem szerencsés egyébként itt az elején kezdeni, mert annál többet kell mászkálni. Hát mindegy, hát szegény ember vízzel főz. Vannak még közhelyeim, hogy ne, rengeteget tudok még. Jó, nem mind arany, ami fénylik, vagy még puffogtatom ittem szívesen. Ez szép volt, azt kell, hogy mondjam. Most hátba veregetem magam. Ezt így ezzel a karddal, ilyen erővel, ez így nem volt rossz. Sőt. És egyébként ez volt az egyik legnehezebb kolosszus. Úgyhogy... Jól van.